Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégünk egy kiváló sportriporter, sportvezető, Kaplár F. József. Szia, Kapi! Ezt a Józsefet, ezt megengeded, én átugornám. Nagyon jó lesz. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm a 13 TV nézőit. Nem először vagyok már itt, azt szeretném azért elmondani, sőt, annak idején az adás után Hegyi Iván, ő volt akkor a te helyeden, tiszteletbeli 13. kerületi polgárra is fogadott, aminek az volt az oka, lassan 20 esztendeje már ott dolgozom a Sport TV-nél. A Sport TV meg ott van nem messze a Lomb utcában, a 13. kerület szívében. Nem azt mondom, hogy Angyalföld, mert ugye a 13. kerületnek vannak más részei is, de maradjunk így, hogy tiszteletbeli angyalföldi vagyok. Volt neked egy elhatározásod nem is olyan régen, 2020-ban, amikor éppen az 50. jubileum évet töltötted be a képernyő előtt. Elhatároztad, hogy vége, többet nem ülsz képernyő, illetve kamera elé. Hát most ott ülsz egyébként, de mi volt ennek az elhatározásnak az oka? Ez egy teljesen saját elhatározás volt, bár lehet, hogy a cég vezetői ennek végül is örültek, hát nem ilyen figurák valók azért már a képernyőre, ezt azért tegyük hozzá. Nem akkor akartam, mert az igazi évforduló az március 21-e lett volna, csak egy rövid történet ehhez. 1970. március 21-én akkor hívtak be először volt egy sportriporter, kerestetik, az volt a neve, hogy pályabelépés, akkor már a legjobb 12-nél tartottunk. A Gyulai Pistával találkoztam, akkor még a Szabadság téren volt ugye a centrálé. Kaptunk egy belépőt, és te voltál elég gyakran ott föl kellett menni ugye a régi tőzsdepalotának a lépcsőjén, és a középső az egy ilyen vörös szőnyeges volt. Aha. És már mentünk fölfele, és mondtam neki, akkor ugye 20 éven minden önbizalmával, hogy Pista, miért nem ott megyünk? És csak annyit mondott, hogy majd. Hát igaza lett. Aztán lefelé már külsős munkatársakként jöttünk. Én onnan számítom, hogy televíziós vagyok. Tulajdonképpen én akkor akartam elbúcsúzni, de hát tudjuk, hogy tavaly március 21-én milyen állapotok voltak. Akkor éppen 10 napja volt, hogy beleestünk ugye az első covidos hullámba. És ezért aztán azt mondtam, hogy na nem. És akkor végig gondoltam magamban, hogy mikor lehet még egy ilyen hát nevezetes dátumot választani, és utána jött még június 6-a, mert 1970. június 6-án mutattak be azt, ezt a 12 embert sorba bemutatták a tévében, és akkor 70-ben az első mexikói világbajnokság volt, és annak az egyik mérkőzésén mutattak be. Sok dolgom nem volt, csak hírekből kellett válogatni, meg röviden el kellett mondani, hogy ki vagyok. Akkor én még a közgázra jártam, elsős voltam egyébként. Egy borzasztó rossz mérkőzés volt, ami az érdekessége, az várható volt, Olaszország-Uruguay meccs volt. Uh-huh. Eredetileg a Románia-Csehszlovákia volt tervezve, még máig emlékszem, az 5 gólt hozott, mennyivel jobb lett volna. A 0-0 az egy pocsék meccs volt. Annak ellenére, hogy Olaszország utána ugye döntőt játszott, az uruguayiak meg az elődöntőig jutottak, de ez egy elképesztően rossz meccs volt. Na ez volt a bemutatkozásom. Aztán utána hát azért én még elvégeztem előbb a közgázt, és utána kerültem ugye először a híradóhoz, majd aztán 1991. január 2-án a Telesporthoz. Onnan is aztán eljöttem, és egyébként minden helyről saját magamtól jöttem, mert azt szeretném elmondani. Az egy nagyon érdekes dolog, ez a tévéhíradó, az nagyon izgalmas lehetett. Az jó volt akkor tévéhíradósnak lenni, vagy csak a pályának szerintem egy fontos állomása lehetett? Szerintem mostaninál jobb volt, Laci. Igen? Én azt mondom, hogy én legalábbis amiket hallok, azok alapján én azt mondom, hogy főleg az utolsó 5 esztendőben, mondjuk 85-től 90-ig, én már 83-tól voltam az első kiadás, a 7:30-as híradónak a szerkesztője is. Hát ez alatt az idő alatt az én műsoraimat soha senki nem cenzúrázta. Akár hiszed, akár nem.
Tehát ez olyan lehetett, hogy az én poptarisztjámba se szólt bele senki se annak idén a Magyar Csak Rádióban. Csak azért a kettő között van különbség. Kicsit nagy. Bár ugye a zenével is lehet mondani és elmondani dolgokat. Ajaj. Úgyhogy voltak ott gondok, hogy mindig egy picikét izgultam, vagy voltak olyan adások, amikor Jézus Mária, most ez lement, mi lesz most ebből? Semmi. Semmi, igen. Úgyhogy én azt tudom neked mondani, amiket hallok, nem biztos, hogy mindig az, amit hallok, hogy most hogyan készülnek bizonyos csatornákon a híradók, hát nem irigylem a mostani munkatársakat. Akkor szenzációs dolog volt ezt csinálni, azt kell, hogy mondjam, és hát borzasztóan sajnálom, hogy azt a jó csapatot aztán sikerült szétverni, és hát hiába mondják azt, hogy BBC is elleken épül fel, meg minden, nem úgy néz ki. Aha. És akkor ezt a témát, ezt fejezzük is be. Menjünk vissza azért még egy kicsit a tévé híradóhoz, ahol te gyakornokként kezdtél. Mi volt a gyakornoknak a dolga? Hozz egy kávét, menjél le vízért, vagy, nem, vagy hozd a kamerát, mi volt a gyakornok dolga? Ez úgy történt, hogy akkor még egy kicsi történet. Én a telesporthoz szerettem volna menni, akkor a Radnai János volt a főszerkesztő, és hát bementem hozzá, az ő kedvenc szavajárása az volt, hogy apukám, és így széttárta a karját, és akkor ne felejtsd el, akkor még 73-ban csak egyetlen csatorna volt, azt mondja, saját embereidnek sem tudok adni elég munkát, de a te diplomáddal, én a nemzetközi szakon végeztem, találunk itt a házban neked való feladatot. El is mentünk, két hely nem smakkolt nekem, akkor már láttam rajta, hogy picit ezt nem veszi jó néven, és elmentünk a híradóhoz, ahol Matúz Józsefné fogadott bennünket, aki hát az államfőasszony volt az államban, mármint a televízión belül, és akkor a Radnai azt kezdte neki mondani, hogy tudod, Rózsika, azt terveztük, hogy lesz egy önálló híradós, önálló sportos a híradóban, a Jóskára gondoltam, mondta Radnai. Közben ő pedig a szemüvegét így lehúzta, mert elolvasta az önéletrajzomat, és hát nem egy irodalmi szóval fejezte ki a véleményét a dologról, lovak is voltak benne, és így tovább, és utána azt mondta neki, hogy fiatalember, ezzel szemben van egy ajánlatom, holnap utántól akár fölveszem a külpolitikai szerkesztőségbe hírírónak. Na most a híríró volt az igazi, a gyakornok az a besorolás volt. Aha. És hát ezt olvasott. És hát a második napon már egy úgynevezett kezdőhíreket, egy 5 percest kellett megírnom. Az egy érdekes dolog volt, akkor tört ki, azt mondja, hogy hanyadik, azt hiszem, hogy a 1, 2, 3. vagy negyedik? Negyedik izraeli arab háború. Jó kezdés, nem? Hát igen. És utána mindent meg kellett tanulni. Tehát az, hogy aztán én 83-84-ben műsorvezető lettem, és 80, és ugyanez időtájt a 7:30-as híradónak is az önálló szerkesztője, felelő szerkesztője, az a szakmának a csimboraszója volt, de ahhoz azért elég sok mindent meg kellett tanulni. Tehát filmvágástól, interjúkészítésen át a tudósításig, a hírírással kezdődött az egész, ugye, szerkesztés és így tovább. Szóval ezeket a grádicsokon végig kellett menni, és baromira szigorú volt a rosta, hát túljutottam. Mennyire érdekelt téged a külpolitika, vagy mennyire kellett belerázódnod valamibe, amik picit távol állt tőled, vagy nem? Vagy közel állt tőled? Nem állt távol, egyáltalán. Egész életemben a világ meg a sport érdekelt. Én majdnem földrajztanár lettem egyébként, azt csak úgy tudjad. És utána pedig hát a közgazdaság a nemzetközi szakra jártam, hát ott is tulajdonképpen az egy olyan, hogy mondjam, inkább ilyen diplomata képzőnek volt tekinthető akkor, az akkori társaságból elég sokan a külügyminisztérium állományába kerültek. Én nekem ez nem volt célom. Úgyhogy a világra azt kell, hogy mondjam, hogy mindig figyeltem, most is, meg kell, hogy mondjam, hogy reggel fölkelek, akkor rögtön a hírkeresőn nézem, hogy milyen újdonságok vannak a világban.
reggel 4-ig fönn voltam például az amerikai választások éjszakáján, tehát bizonyos dolgok nagyon-nagyon érdekelnek továbbra is. Nem lehetne eladni könnyen még ezekben a dolgokban, azt kell mondjam most is, pedig hát már több mint 30 éve, hogy a híradózás befejeződött. És mi az, amivel most foglalkozol a Sport TV-ben? Azóta megállapodásunk, Máté Pali a sportrészlegnek a főnöke, hogy én a képernyő szereplésről, magyarán a műsorvezetésről a június 6-a után ugye lemondtam, aztán két hónapig csak szinte lébecoltam, kivéve, hát mondjuk, nem, két hónapig tényleg lébecoltam, mert tavaly nyáron nem volt tenisz sem. Az volt a megállapodás ugyanis, hogy csinálok teniszt, és már kitaláljuk, hogy mi lesz még. Hát teniszből egyre kevesebb van sajnos a Sport TV-n, de azért még van. Annak mondjuk eredendően 80%-ban, 85%-ban én vagyok a felelős és kivitelezője. És aztán utána még egy érdekes dolog volt, mivel azelőtt is csináltam összefoglalókat, most szeptember óta a török bajnokság fordulóinak az összefoglalójában én vagyok az egyik ilyen, mondjuk így összefoglaló alábondó. Azon kívül sokan nem tudják, ezt is bevállaltam, szerkesztő is vagyok hosszú idő után, mert hogy Budapestről szerkesztik a Sport TV cseh és szlovák változatának a produkcióit. Ez egy bozasztó egyszerű, egy hangutasítón mondod el a kint épp a prágai stúdióban, vagy a helyszínen ülő embernek, hogy mi a teendő, ők azért már tudják, profik vannak ott is, heti egyet ilyet is bevállaltam, ezt csinálom most. Mennyire hiányzik a tenisz? Ne felejtsd el, hogy már én a te korosztályod vagyok, tehát ugye nem mondom meg, hogy hány éves vagyok, csak azt mondom meg, hogy 49. október 5-én születtem. Kettővel vagy fiatalabb nálam pontosan, úgyhogy... Na hát akkor. Ne, én úgy vélem, hogy ennyi munka azért kell, na. Hogy azért frissen tartsd magad. Hát a másik dolog az, hogy a sportolásról, tehát a gyakorlati sportolásról, önmagam testedzéséről sem mondtam le, úgyhogy viszonylag jó állapotban érzem magam, csak ez a fránya Covid tűnne már el. Igen, ez az otthonléte, ezek nem tudok kimozdulni. Szóval én szeretem eldönteni, hogy most megyek vagy maradok, de most eldöntötte a Covid, hogy maradni kell, mese nincsen. Igen, de azért lehet olyan pályákat találni a téli időszakban is, ahol van szellőztetés, és akkor ez a veszély elmúlik. Azt is szeretném elmondani, hogy nálunk a Sport TV-nél csak úgy mehetsz be dolgozni, hogy előtte átesel ezen a gyors teszten. Uh-huh. Már vagy 20-valahányon sikerült negatívan átmennem, úgyhogy ezek szerint azt a védekezést, amit csinálok, azt jól csinálom. Eddig. Várod az oltást te is, ugye, a vakcinát? Hogy a fenét? Persze. Nehogy megkérdezd, hogy milyen szeretnék. Megfogom. Nem. Sejted. Igen. Nagyjából sejtem a dolgokat. Bár nekem azt mondták az én orvos barátaim, hogy a régi hagyományok alapján készült vakcina, az legalább olyan jó, mint amit... Ez teljesen igaz. Tehát gyakorlatilag... Ilyenekkel vagyunk mi beoltva gyerekkorunk óta, ha belegondolsz. Az influenzára is ugyanúgy vonatkozik, mint régebben vonatkozott. Az Eperjes Karcsi mondta ezt először, és igazat adtam neki, bár ő azt mondta, hogy orosz vakcinák nem, Szamúca azok szovjet vakcinák voltak, uh-huh. De azt kell, hogy mondjam, hogy minek utána olvasom az orvosi véleményeket, és hát sajnos azt kevesen tudják, de én sem örülök neki. Én pollen allergén vagyok. Aha. Volt is már egyszer egy kis gondom. Úgyhogy én az orvosi leírások alapján én tudom, hogy melyik az a kettő, amelyiket illene kapnom, vagy szeretnék megkapni. Hát reméljük, hogy így lesz. De térjünk vissza picikét a teniszre, ami neked nagyon fontos volt, és rengeteg tenisz közvetítésedet néztem én magam is végig, és ott ült melletted mindig Taróczi Balázs. Hallgatni nem hallgattad? Nem, csak néztelek azt benetek. Mondtad,
Hát a kettő a tévénél majdnem együtt van a hang meg a kép, szóval akkor mondjam azt, hogy hallgattalak benneteket, és a képernyőt azt kikapcsoltam, melyik a jobb neked? Nem. Na lényeg nem, az, hogy a Balázs az nagyon jó volt ott melletted, rengeteget mulattatok, és nagyon jókat mondtatok. Aztán Balázs egy idő után eltűnt, mindegy a sport egyről a tenisznek a jelentős része is. Ez pénzügy, ahogy nincsen tenisz a sport egyen, és hol van a Balázs? Egyrészt az Eurosport majdnem mindent felvásárolt. Ott láthatod a Grand Slam-ektől egészen a 250-es versenyek nagy részéig, ez az oka. A Balázs pedig kérlek szépen az egyik legnagyobb egyes győzelmének a helyszínére már korábban kiköltözött a családjával. Aztán egyszer csak megsúgta nekem, hogy ez még titok, de most ő már egy fél éves tanfolyamra jár, mert ő lesz majd Barcelonában a főkonzul. Na, ezt már csinálja. Nem egyszerű dolog, nehogy azt hiszem, mert hozzátartozik Andorra, a Baleári szigetek, tehát Mallorca, Ibiza, és azt hiszem még Valencia, tehát Levantei részleg is Spanyolországban, és hát nagyon-nagyon sok magyar él ott, és elég sok a macera vele. Nem kell azért őt félteni. Már volt alkalmam meglátogatni, mert valahogyan sikerült neki összehozni, játszik. Ja, az előbb elmondtam, hogy a legnagyobb győzelme. Hát 1978-ban nyert Barcelonában, az azért volt érdekes, mert már ez akkor is, akkor a legnagyobb verseny volt még Spanyolországban, és a korábbi világelső bizonyos Nastasit verte meg 5 játszmában. Az igen. 2-1-re vezetett. Óriási nagy siker volt ez számára, és hát amikor először oda kiköltözött, akkor nem fogod elhinni. Az egyik labdaszedő oda ment hozzá, és mondta, hogy Señor Taruci, én voltam az egyik labdaszedője azon a meccsen, és akkor oda vitte minek nevezem, reklámhoz, ami az évi versenyt hozta, és akkor emlékszem magára, így fölmutatott rá, és hát azt mondta Balázs, hogy majdnem a könnyei potyogtak, el is hiszem egyébként. A másik dolog pedig, nem fogod elhinni, a régi Barcelona futballisták közül nagyon sokan játszanak teniszt mostanában is. Például azért őt emlegetem, mert aztán van ennek a történetnek még folytatása. Resák, aki játszott itt Budapesten és a Vasas ellen, ha jól emlékszem, vagy 74-ben, vagy 75-ben, ő 71-ben gólkirály volt, 24 évesen. És azt mondta neki akkor a stúdióban, ez egy nagyon jó történet, azt mondta neki a stúdióban, és mi lenne, hogyha még futni is tudnál? És akkor ránézett, mosolygott, és a 24 éve teljes önbizalmával, futni csak a gyávák szoktak. Na, ezzel a Balázs szervezett tehát egy meccset. Én nem tudom, hogy a budapesti öregfiúkba hogyan kerültem be a játéktudásom. Ilyen fiatalon, ilyen fiatalon. De hát aztán utána rájöttem, mert a Resákkal hozott párba. Aha. Nem vallottam szégyent. Na. Na, ez nagyon jó hír. És Budapest nyert 5-3-ra, úgyhogy az még jobb volt. És mindezt azon a pályán játszottam, ezt a mérkőzést, ahol a barcelonai versenynek a finálét szokták játszani. Úgyhogy szenzációs hely, meg kell, hogy mondjam. Ez nem egy hatalmas, de azért van ott is 12 pálya, de szenzációs környezetben, úgyhogy ott tényleg élmény játszani. Még a tetejében ez mind december 12-én volt szabadban. Az igen, hát ott olyan az idő, nyugodtan lehet, persze. A tenisz mennyit változott Taruci óta például? Szóval mennyire másabb a játék? Mennyivel lettek másak az emberek? Szóval mindenhol és minden változik körülöttünk, ezt nagyon jól tudjuk. De egészen más lett, Laci. Egészen más lett. Ugyanúgy, mint minden olyan sportág, amiben van labda, ott tulajdonképpen a gyorsaság dominál lassan már 20 esztendeje, és mindig gyorsabban, gondolja, itt ez van a futballban is, a kézilabdában is, minden egyes labdajátékban.
A teniszben még azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit ez ugye, mivel benne van az ütő is, hát ez attól is függ, a technikai felszereltsége a tenisznek hihetetlenül előre jutott azokhoz az évekhez képest, majd ehhez is mondok egy anekdótát, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem a javára változott. Tehát a látványos dolgokból egyre kevesebb van, még füvön is, jó, jött ott ugye át, most már 8 mm-es minden füves pálya, ahol játszanak, és hát ez inkább hasonlít már a kemény pályához, mint a régi csúszós füveshez, tehát az is teljesen átalakult, alig van szerva a röpte játék. És hát ugye az tetszik leginkább a nézőknek, hogy előre megy a játékos a hálóhoz, ott fejezi be, itt meg véget nem érő alapvonal csaták vannak, uh-huh. Hihetetlenül atlétikusan képzettek lettek a játékosok, és ez nem biztos, hogy jót tesz a játéknak szerintem. Ezen kellene változtatni. Azon kívül kiszámíthatatlan a játék ideje. Tehát igen. Erre is vannak javaslat. Én is tettem egyet, én azt mondtam, hogy 100 percben kellene meghatározni a játékidőt, és ha valaki addig nem nyer két szedben, az akkor az addigi játék alapján, tehát mit tudom én, 6-4-4-2, akkor annyival fejeződne be a mérkőzés. Ha befejeződik, akkor teljesen egyszerű a dolog, és így akkor stabilan két óránként tudnák a két nyert játszmára menő mérkőzéseket megszervezni a rendezők, és ez legalább annyira tudna változtatni a dolgokon, mint a röplabdában sikerült, mert ott is hát nem lehetett kiszámítani, hogy meddig tart egy mérkőzés. Most már azért jóval közelebb állnak ők is. Itt a teniszben meg hát hiszem, három nyert szett, az nagyon sok. Hát a Fucsovics ezt most elmondhatja Ausztráliából. Jó, de hát három nyert. Kettő. Igen, de hát abból hál' Istennek csak négy verseny van, úgyhogy igen. Szerintem is nagyon sok. Amit el akartam mondani történetet, hogy hogyan változott ez a játék. Szerintem az egyik legnagyobb bohóc, de egyben legnagyobb nevettető McEnroe-tól, vagy három vagy négy évvel ezelőtt megkérdezték, hogy most milyen kimenetele lenne, és vállalna egy meccset Federerrel és Nadallal, mondjuk Borg meg ő. Azt mondta a McEnroe, hogy hát azt nem tudom, hogy a Björn mit mond, de én minden további nélkül vállalom, hogyha az akkori felszerelésekkel játszanak Rogerék. Most gondold el, hogy ő ugye tudja, hogy milyen volt a matchplay akkor. Federer egy kicsit ránézne az ütőre, a cipőkről nem is beszélve, tehát ez egy érdekes dolog lenne, óriási fejlődésen ment át, nem is lehet igazán összehasonlítani. És hogyha mi annak idején, ugye a wimbledoni versenyek előtt kaptunk korábbi döntőkről, hát azok azért a 70-es években még eléggé lassított felvételnek tűntek, amikor lejátszottuk hosszú idő után, de akkor is abszolút élvezetesek voltak. Megpróbálom kicsikarni belőled a három nagyból, Federer, Djokovic, Nadal. Kinek drukkolsz leginkább? Hát ezt én nekem nem volna szabad elmondani, mert ugye, de most már egyre kevésbé jutunk az ilyen nagy versenyekhez. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy Magyarországon először én hívtam fel a figyelmet még 2002-ben Federerre. Akkor ez egy Davis Kupa meccs volt. Balázsnak is mondtam, hogy jó lenne, hogyha bejönnék közvetíteni. Davis Kupa meccset játszottak Ausztráliában. Mondom, itt van egy srác Svájcból, és meg se izzadt a mérkőzés után, pedig ez úgy márciusban volt, azt hiszem Brisbane-ben, ott még a tetejében mindig meleg van. Meg se izzadt, és félelmetes dolgokat művelt. Bejött, és azt mondta Balázsit rögtön, hogy hát ebből nagy menő lesz. És igaza lett, és aztán szépen jött föl, és ez bennem maradt. Ugyanakkor hihetetlenül elismerem a másik két játékost is. Elképzelhető, hogy mind a ketten megelőzik például majd a Federert a Grand Slam győzelmek, meg a további győzelmek számában, de azt hiszem, hogy az, hogy a elmúlt 20 esztendőben a tenisz idáig jutott, az elsősorban Federernek köszönhető. Meg az azt követő versenynek közöttük. Még egy kicsit ide venném Andy Murrayt is, de ő csak negyedik, leszoruladó.
Igen, és hát a dologban az, hogy amilyen elegánsan játszik Federer, tehát ebben ez a gyönyörű, igen, ahogy ő ezt az egész teniszt, ő játékból játsza, és nem görcsös. Mindegyik más egyéniség, Laci. Tehát azt kell figyelembe venni. Nyilván, hogy az a sziporkázó lazaság, könnyedség, mindig valami csibészes megoldás. Nézd meg, amikor oda dobja a labdát, vagy oda dobja a labdát a labdaszerűnek, vagy ahogy amikor érkezik hozzá a labda, ahogy átveszi, vagy ahogy továbbítja nekik, abban is mindig van valami kis játékosság, valami lazaság. Szenzációs. Szóval nagyon kíváncsi vagyok. Személy szerint örülök neki, hogy amióta a Sporttévénél vagyok, ebben a 20 évben a futballistáknál olyan nagyságokat követhettem, mint a régi Ronaldo, Zidane, Beckham, nem beszélve a kedvencemről, Roberto Carlosról, aztán utána ez a négy nagy teniszező, és még rajtuk kívül még olyan sok jó játékos volt, hogy esett, ugye ez futballra is, meg a teniszre is vonatkozik. Ebből ugye kiderült, hogy ez a két kedvenc sportágam azért, úgyhogy... Pedig van egy harmadik, a falabda, amelynek szövetségének elnöke voltál nagyon sokáig. Fallabda. Volt, aki azt kérdezte, hogy az a fa az nevűt nagyot? Kezdve, és nem fával játszák a labdát? Nem, hát az nagy megtiszteltetés érte a tavalyi őszi közgyűlésem, minek utána 89-ben alakult a szövetség, és már 30-on túl voltunk. Addig tiszteletbeli elnök voltam, most már örökös tiszteletbeli elnöke vagyok a szövetségnek, úgyis, mint alapító elnök. Még azért figyelemmel kísérem. Az a sportág óriási, az elmúlt 10 évben szintén óriási fejlődésen ment keresztül. Ne felejtsd el, hogy azért világbajnokságon már voltak ott legalábbis a férfiak, és nem is vallottak szégyet. Ott is 32-es tábla van egyébként, és az első 18-ban voltak. Tehát mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy, és az Európa-bajnokságon pedig a legjobb 8 közé csapatban a legjobb 8 között voltak. Igaz, hogy csak 8-ok lettek, de ez is egy fenomenális dolog. Gondold el, hogyha válogatottunk most mondjuk a 8 közé jutna az Európa-bajnokságon, mennyire örülnénk. De szép lenne. Ugye? Szóval én nagyon örülök, hogy ebben is részt vehettem. Még néha szenior versenyeknek a szervezésében tevékenykedem. Játszani már nem nagyon játszom, mert az valami... Nem egy térdbarát. Ez egy nagyon összetett játék. Azt hiszem, azt írtam le, hogy a fallabda az a sportág, amelyhez kell egy sakkozó raffinériája, egy vágtázó gyorsasága és egy maratonfutó kitartása. Na most ezen kívül még a technikai tudás is. Hát arról már nem is beszélve. Mert azért ott sem lassú a játék a fallabdánál. Viszont emlékszem rá, hogy egyszer Hegyi Iván megkértem, hogy jöjjön el egy versenyről tudósítani. És a másik nevén mondták neki, hogy squash versenyről van szó. Mi az a squash? Van benne labda? Ha van benne, akkor jövök. Ez jó. És van benne, gondold végig, hogy az igazán játékos sportágok azok, amelyekben van labda. Pontosan, ezért nem szeretek futni, nem szeretek úszni, hát abban semmi buli nincs. Ezek viszont mind kellenek. Ez a nagyobb baj, igen. De kergetni kell valamit, hogy legyen igazából játék. Kapi, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veled. Gyorsan elszaladt az idő, remélem te is így érezted. Már annyi? Igen. Már annyi. Nem futottunk túl. Teljesen jó vagy. Nem, semmit nem vágunk. Itt ez egy az egybe. Kapi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok neked. Önöknek is, kedves nézők, a viszonthallásra, a viszontlátásra.